Zenés műsorral is készültek a Szekszárdi Szent József Katolikus Általános Iskola diákjai tanáraik részére a pedagógus napon. Reggel iskola kezdéskor már meglepetés várta a tanárokat, ahogy közeledtek a suli bejárata felé, hiszen a gyerekek színes rajzokkal és feliratokkal díszítették fel a járdát. Janó Vanda szívecskét rajzolt kedvenc tanítónéniének. Nekem a kedvenc tanárom Margaréta néni, mivel mindig segít, hogyha valahol elakadok. Ő tartja nekünk a drámát, és már voltam vele táborban. Nekem Dori néni, az osztályfőnököm, a kedvenc tanárom, mert úgy magyaráz el a feladatokat, hogy értsem, és háziból se ad olyan sokat. Egy szívecskét, és beleírtam, hogy Dori néni. Magyarországon 1952. június 7-én 8-án ünnepelték először ezt a napot, és akkoriban ez alkalomból adták át a parlamentben a kiváló tanár, kiváló tanító kitüntetéseket. Manapság inkább csak az iskolában köszöntik a diákok nevelőiket, tanáraikat, versekkel, virágokkal kedveskednek nekik, megköszönve egész évi munkájukat. Ebben a szekszárdi iskolában viszont ez évben rendhagyó módon ünnepelték meg a jeles napot, és tették emlékezetessé a tanárok számára a diákok a szülők segítségével. Minden évben a szülői munkaközösség vállalja és örömmel vállalja ezt a feladatot, hogy a pedagógusainkról megemlékezünk ezen a napon. Úgy terveztük, hogy lesz biztosan vers, zene, ének, és valami külön meglepi, és a külön meglepi most az volt, hogy tegnap délután már szülőkkel és a gyerekekkel, körülbelül 30-40 fő, az iskola előtti járdaszakaszt, illetve az iskola körüli járdaszakaszt rajzoltuk tele virágokkal, szívecskékkel a tanáraink neveivel, hogy amikor reggel jönnek az iskolába, akkor lássák, hogy itt valami különleges dolog lesz, és hogy ez róluk fog szólni. Aztán, amit még a szülőkkel közösen, az, hogy az ünnepség után egy kis agapét rendeztünk be nekik az étkezőbe, egy kis reggelivel vártuk őket. Minden osztályban ugye megbeszéltük, hogy ki mivel járul hozzá, és akkor ez is ilyen közös összefogásból alakult. Illetve vannak olyan szülők, akik zenélnek, énekelnek, és gondoltuk, hogy ne csak a gyerekek adják a műsort, hiszen mi szülők is megköszönjük a pedagógusainknak azt, amit a gyermekeinkért tesznek, és ezért mi is aktív résztvevői voltunk ennek az ünnepségnek, illetve vannak olyan tanulók, akik olyan hangszeren játszanak, és olyan szinten, hogy ők is örömmel vállalták, hogy egy-egy darabot megtanulnak, és előadják a pedagógusainknak, és versmondásra is önként jelentkeztek a gyerekek. Ahogy a szülői köszöntőben is elhangzott, fontos, hogy a szülők tudassák a pedagógusokkal, hogy elismerik a munkájukat, és hálásak azért, amit a gyerekeikért tesznek nap mint nap. Amiért még fontos számunkra ez, ahogy a szülői köszöntőben is elhangzott, hogy velük vannak a legtöbbet a gyermekeink, csak a legféltettebb kincseink, és rábízzuk őket, és amik többet tanulnak napközben, hát tőlük, ugye mi elültettünk egy kis magot, de ők azok, akik ezt tovább nevelik, és hogy az atya is elmondta, nem mindegy, hogy milyen földbe hull az a mag, és hogy a katolikus keresztény nevelés, tehát hogy a katolikus iskola szellemisége ugye áthatja minden órát, minden napot a gyerekeknek, hogy ez nagyon fontos, és ez megjelenjen a tanításban, a tanulásban, és fontos, hogy a pedagógusaink Isten szeretetét sugározzák feléjük, hogy ketten együtt közösen érjük el, tehát együttműködve a pedagógusokkal, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk nekik, és tényleg minden nap nem is találkozunk velük, de ez az alkalom jó arra, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy mi mennyire szeretjük őket, és ez benne van minden egyes versben, minden egyes rajzban, hogyha majd megnézitek az iskola előtt a szívecskékben, minden pedagógus neve benne van. A tanárok számára igazán emlékezetes és meglepetésekkel teli volt a pedagógus nap reggele. Nagyon nagy meglepetés volt számunkra. Már kora reggel, amikor bejöttem az iskolába, a rajzok fogadtak az utcán, és kerestem, meghatódottan kerestem a nevemet, hogy fönt vagyok-e az aszfaltra rajzolva, és minden pedagógus nevét megtaláltuk, és utána pedig jött egy nagy ünnepség, amire nem is számítottunk, nem is gondoltuk, hogy a kedves szülők megemlékeznek erről a napról még, és a pedagógus napot így számon tartják. A gyerekek külön készültek énekkel, zenével, közös énekléssel, a gyerekek ismerik, nem csak azok a gyerekek tudják az énekeket, akik énekeltek az énekkarba, hanem az iskola tanulói is, és ők is nagy aktivitással beálltak ebben a napba. A szülői munkaközösség tagjainak nagyon hálásak vagyunk, hogy megszervezték ezt az ünnepséget, összefogták a szülői csapatot, a gyerekeket. Vannak olyan tanulóink, akik nagyon szépen zenélnek,
ők vállalták külön a felkészülést erre a napra, és vannak nagyon szép szavalóink is, akik versenyeredményeket érnek el, ők pedig vállalták, hogy kiállnak az iskola elé, és felköszöntik a pedagógusokat. Köszönjük még egyszer! A járdára rajzott szívecskék és kedves üzenetek még napokig díszítették az iskolába vezető utat, emlékeztetve a tanárokat arra, hogy érdemes ezt a hivatást választani, ha ennyi szeretetet kapnak vissza jutalmul.